Hódoscsépányon folytatódhat a csatorna projekt. Több ingatlant is lebontottak az elmúlt időszakban városunkban. Nem teszik közzé a trafipaxok helyét. Ózdi Krónika, a stúdióban Bukovinszki Zsolt. Helyi hírek minden hétköznap 15 percben. Jó estét kívánok! Hódoscsépányon folytatódhat a csatorna projekt. Ma ugyanis megtörtént a munkaterület átadása, így akár már holnap megjelenhetnek a munkások a település részen. Első lépésként 8 darab átemelő aknát létesítenek, évvégére pedig szeretnék befejezni a kivitelezést. A végleges helyreállítás 2020 elejére várható. Ezek a felvételek november végén készültek. A csatorna projekt munkálatai a fagyok ellenére is jól haladtak. A kivitelező dolgozói egészen december közepéig tartózkodtak a munkaterületeken. Akkor Szent Simonban, Táblában és Kistóban is zúgtak a gépek. A téli hideg érkeztével azonban fel kellett függeszteni a kivitelezést. Ma délelőtt a mérnök irodában gyűltek össze az érintett szakemberek. Ott tartották meg ugyanis az utolsó rész munkaterület, azaz Hódoscsépány átadás átvételi eljárását. Ezt hosszú előkészítés előzte meg. A kiviteli terveknek az elkészítése a legfontosabb, ami a vízjogi engedélyezési tervek alapján készül, és a vízjogi létesítési engedély alapján. Erről a részmunkaterületre, a Hódoscsépányra is, ami ma történt meg a munkatér átadása, gyakorlatilag elkészültek a kiviteli tervek, mindenkivel jóvá lett hagyatva minden szervezettel, közműszolgáltatókkal, és a mérnök szervezet is tulajdonképpen átnézte a terveket, felülvizsgálta, és a végén jóvá hagyta a terveket. Az egyeztetésen képviseltette magát többek között városunk önkormányzata, valamint a gáz- és áramszolgáltató cégek, illetve az ERV ZRT is. Az építéssel kapcsolatban senkinek nem volt kifogása, vagy olyan észrevétele, amely akadályozná a projekt folytatását. Így Hódoscsépányon még ezen a héten megkezdődhet a tényleges munka, amiben már legfeljebb csupán az időjárás szólhat bele. Az első munka folyamatunk az a közterületi átemelő aknáknak az elhelyezése lesz. Ezt terveink szerint már holnap hozzá tudunk fogni, és 8 darab aknát fogunk elhelyezni Hódoscsépány területén. Utána ilyen 3 munkaterületen egyszerre fogunk majd dolgozni. Terveink szerint ez év végére a kivitelezési munkát befejezzük. A téli leállás egyébként teljes mértékben tervezett volt, a kivitelezés jól halad. A projektvezető szerint az a cél, hogy minél hamarabb részátadásokat hajthassanak végre, vagyis az ózdiak igénybe tudják venni azokat a csatornaszakaszokat, amelyek már elkészültek. A teljes rendszer átadása és a végleges helyreállítás azonban várhatóan átcsúszik 2020 elejére. Több lépéssel közelebb került a város ahhoz, hogy megszabaduljon azoktól az ingatlanoktól, amelyek rontják Ózd képét. Városunk önkormányzata már rengeteg felszólító levelet kiküldött az érintetteknek. A településképi arculati kézikönyvnek és az ehhez kapcsolódó településképvédelmi rendeletnek köszönhetően a közelmúltban már 4 épületet is elbontottak tulajdonosaik, van, ahol már a tereprendezés is megtörtént. Ózdon évtizedes probléma az elhagyott házak jelenléte. Ezek amellett, hogy rontják városunk képét, balesetveszélyesek is. Ózdváros önkormányzata település képvédelmi rendeletét 2017 év végén fogadta el. Ennek köszönhetően tudnak intézkedéseket tenni a romos épületek ügyében. Mára számottevő változásokat értek el a szabályozással. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet, ez egy sikeres rendelet, bár a bürokrácia útvesztői miatt időre van szükség ahhoz, hogy tényleg szemmel láthatóan sokkal több eredményt érjünk el, de én úgy gondolom, hogy a korábbi nullához képest ez a 4 elbontott ingatlan is már jelentős szám. A felszólító leveleket ütemezetten küldik ki, ezekben 30 napos határidőt szabnak meg az érintetteknek, hogy bontsák le vagy állítsák helyre az adott ingatlan állapotát. Aki ennek nem tesz eleget, akár 1 millió forintos pénzbírsággal is sújtható. Néhány a településképben nem illő problémás helyzet is megoldódott mára. A 48-as úton helyrehoztak egy veszélyes erkélyt, és többszöri felszólítás után a vasútállomás épületénél is történtek változások.
Ennek az ajtónak a helyén nemrégen még faroslemez volt található. Az önkormányzat hatósági és szociális osztálya a vasútállomás tulajdonosát is felszólította, hogy tegye rendbe az épületet. A tulajdonos pedig eleget tett a kérésnek, és helyrehozta a nyílászárókat. Az utóbbi időszakban elbontották a Megcsei út 84 szám alatti lakóházat. Itt a tulajdonos a törmeléket elszállítatta, a területet kitakarítatta, elkerítette. A Damjanich út 45 szám alatt is hasonlóképp fogadta stábunkat, de Susán is történt kedvező változás. A faluban található egykori banképület sorsa is sokakat érdekel. Annál is inkább, hiszen ez egyre jobban amortizálódik, ezáltal balesetveszélyes is. A szóban forgó ingatlan ügye jelenleg a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kezében van. Az Ózdi járás összes települését fertőzött, illetve szigorúan korlátozott területté nyilvánította a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az afrikai sertéspest is miatt. Az ország járvány szempontjából magas kockázatú területein az egész országra vonatkozó intézkedéseken felül az elhullott vaddisznókat az ártalmatlanítás során össze kell gyűjteni, valamint célzottan kell keresni a tetemeket. A megyei kormányhivataloknak gondoskodniuk kell arról, hogy a magas kockázatú területen tartott kislétszámú házi sertésállományok esetében az elhullott és a sertéstartók által bejelentett minden két hónaposnál idősebb házi sertésből vett mintával megtörténjen az ASP kizárása, illetve a megerősítésre irányuló laboratóriumi vizsgálat. A térképen jól látható egyébként, hogy szinte egész Észak-Magyarország érintett, így további észlelésekre lehet számítani. Előkészítő ülést tartott az Ózdi Járásbíróság annak a három vádlottnak az ügyében, akiket csoportosan elkövetett rablás és zsarolás miatt állítottak elő. Az eset még 2018 márciusában történt. A hat kiskorú sértett együtt sétált a késő esti órákban, amikor a három vádlott odalépett hozzájuk, és megfenyegették őket, hogy adják oda nekik értékeiket. Mobiltelefonokat, Bluetooth hangszórót és headsetet vettek el tőlük. Lögdösödtek, pofoszkodtak, combon rúgták, földre térdepeltették őket, és megalázóan viselkedtek velük. A kiskorúaknak sikerült felnőttek segítségét kérniük, de a vádlottak velük szemben is fenyegetőleg léptek fel, így ők is megtorpantak. A bántalmazókat végül a kiérkező rendőrök fogták el. Ítélet nem született az ügyben, így további tárgyalások várhatóak. Másodfokon sem született ítélet Balogh Demeter Zénó és társa ügyében. A miskolci törvényszék ma tárgyalta a még 2017-ben történt esetet. A két vádlottal reggeli órákban az utcán megfenyegetett és kirabolt egy idős asszonyt, majd az eltulajdonított értékekkel elfutottak a Velence tér irányába. Ezt egy szabadnapos rendőr Polák Gábor észrevette, utánuk eredt, majd szolgálatban lévő társai segítségével közösen elfogták az elkövetőket. Az Ózdi Járásbíróság első fokon az elsőrendű vádlottat 8, míg a másodrendű 10 év fegyházbüntetésre ítélte. A 2018 májusi Ózdi tárgyaláson egyébként Balogh Demeter Zénó sírógörcsöt kapott, védője pedig igazságügyi elmeorvosi szakértő bevonását kérte. Nem teszi közzé a rendőrség a jövőben, hogy hol mérnek sebességet. Az országos rendőrfőkapitány módosította a sebességmérésre vonatkozó utasítást. Eddig a police.hu honlapon minden akció helyszíne szerepelt, de a listát szeptember óta nem frissítik. Az ORFK közlekedésbiztonsági vezetője szerint a törvények feljogosítják erre a rendőrséget. Szeptember óta nem frissül az az oldal a www.police.hu weboldalon, amelyen a sebességmérések helyszíneit és időpontjait tüntették fel. Azóta több helyen jelöletlen autóból mérnek a rendőrök, amit azzal magyaráznak, hogy a hazai autósok többsége nem jogkövető az utakon. A járművezetők közt megoszlik a vélemény, van, aki szerint elfogadható a szabályozás, mások pedig ellenzik, hogy így járnak el a rendőrök. Hát jó ötlet, mert sokan mennek gyorsan, ezért van a sok baleset. Hát, ha jobban odafigyelnek. Nem érint a dolog, Suzuki-n van, tartom a sebességet mindenhol. Ez ilyen megosztó dolog, de igazuk van, mert vannak emberek, akiknek csak így lehet gátat vetni. Én támogatom. Szánalmas ez a viselkedés.
fél. Mert az. Eddig is civil autóból mértek, meg eddig sem mondták meg, hogyha ennyit tudok mondani. A módosítás többek szerint azonban szembe megy a rendőrségi törvénnyel, amely szerint a mérést a központi szerv honlapján kell közzétenni. Csak úgy helyezhetnek el kamerát és készíthetnek felvételt, hogy ez bárki számára nyilvánvalóan észlelhető legyen, illetve ezt a mérés közvetlen környezetében is közölni kell az autósokkal. A vélemények tehát megoszlanak. Egy biztos, mostantól figyelnünk kell a sebességhatárt, mivel bárhol és bármikor mérhetnek a tudtunk nélkül a rendőrök. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal a spanyol élelmiszerbiztonsági hatóság jelentése alapján értesült arról az esetről, miszerint tejfehérjét mutattak ki egy vegán és vegetáriánus címkékkel ellátott vanília jégkrémben. A holland gyártású termékből az Európai Unió 8 tagállamába, köztük Magyarországra is szállítottak. A Nebih tájékoztatja a lakosságot, hogy a termék a tejre érzékeny fogyasztóknál allergiás reakciókat válthat ki, ezért esetükben a fogyasztása kerülendő. Az áru a jelölés megfelelő kiegészítésével egyébként újra forgalomba hozható. Valentin projekt néven szerveztek gyűjtést kutyák megmentésére. Az Esculap Egyesület azzal a szlogennel próbálja felhívni a figyelmet, hogy a szerelmünknek vásárolt felesleges ajándék helyett segítsünk a négylábúakon. A főleg közösségi médiában egyre népszerűbb kezdeményezés már kezdi kinőni magát. Az eredetileg 20 kutya helyett már 70 megmentésére gyűlt össze elegendő forrás, azaz közel 7 millió forint. Az Egyesület tételesen felsorolja a weboldalán, mi, miért és mennyibe kerül majd. Az akciót a képen látható számlaszámon lehet támogatni, hogy az összegyűlt pénzből a kutyákat megvizsgálják, majd utána minél hamarabb elhelyezzék egy gondoskodó gazdánál. Február 28-áig van lehetőségük leadni a fogási naplót az állami horgászjeggyel rendelkezőknek. Mielőtt átadják a tulajdonosok a 2018-as esztendőt magába foglaló okmányt, összesíteni kell a horgászattal töltött napok számát. Vízterületenként a halfajok fél kilogrammos pontossággal, majd fajtánként az éves mennyiséget. A fogási napló leadását aláírásukkal, a leadás dátumával igazolható módon kell megtenniük. Minden más esetben a fogási napló leadása nem szabályos, amely emelt összegű állami horgászjegy váltását vonja maga után. Kivételt képez, ha tértivevényes postai küldeményként adja fel a tulajdonos az azt kibocsájtó egyesületnek. Ezzel egy időben már megválthatóak a 2019. évi területi jegyek, ám ehhez mindenképp szükséges a magyar horgászkártya megléte, vagy az igénylést igazoló nyomtatvány. Nézzük a legfontosabb híreket röviden. Hódoscsépányon folytatódhat a csatorna projekt kivitelezése. Ma ugyanis megtörtént a munkaterület átadása, így akár már holnap megjelenhetnek a munkások a település részen. Több ingatlant is lebontottak az elmúlt időszakban városunkban a településképi arculati kézikönyvnek és az ehhez kapcsolódó településképvédelmi rendeletnek köszönhetően. Nem teszi közzé a rendőrség a jövőben, hogy hol mérnek sebességet. Az országos rendőrfőkapitány módosította a sebességmérésre vonatkozó utasítást. Az Ózdi járás összes települését fertőzöttnek nyilvánította a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az afrikai sertéspestis miatt. Szinte egész Észak-Magyarország érintett lehet. Végül néhány szóban a várható időjárásról. Csütörtökön napos száraz időre számíthatunk. A reggeli órákban kisebb fagy várható. Délután plusz 5, míg hajnalban mínusz 2 Celsius fok körüli lesz a hőmérséklet. Eddig tartott a híradó. Friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időben várjuk Önöket.
Ha lemaradtak valamiről, ezt az adást ma este 8 óra 10 perckor, 11 órakor újra nézhetik, sőt, holnap is a képernyőn olvasható időpontokban. Híreinket honlapunkon, az ovtv.eu-n és Facebook oldalunkon is nyomon követhetik. Köszönjük, hogy már több mint 9000-en követnek, sőt, kedvelnek is minket. Aréna. Ez a folytatás. A sportmagazin vendége lesz Kis Gergő, a Fiedler Otto Sport Egyesület edzője, de szó lesz egy atlétika emlékversenyről, és a 2004-es gyorsulási verseny eseményeit is felelevenítjük. Maradjanak tehát velünk, tartalmas, pihentető estét kívánok. Viszontlátásra!